Jó reggelt kívánok, szervusz! Szia, jó reggelt! Te mit szóltál ahhoz a hírhez? Beszélgettem én itt már ma reggel a Selmecivel, és felolvastam neki, hogy Nagy-Britannia egyetemi oktatóit felszólították, hogy ne pontozzák le a dolgozatokat helyesírási hibák miatt, mert a jó angol nyelv megkövetelése is idézel kezdődik. Homogén észak-európai fehér férfi elitizmusnak idézel véget tekinthető, írja a Daily Mail. Hozzátettem, hogy a Daily Mail azért időnként ír egetverő hülyeségeket is, tehát nem biztos, hogy ez a legnagyobb problémája Angliának, de mit szólunk hozzá? Hát a lényegre tapintottál most ezzel az első megjegyzéssel, mert ilyenkor a hírt elsősorban nagyon alaposan körül kell járni, és meg kell nézni, hogy min alapul, és miről van szó tulajdonképpen. Hát nem arról van szó, amit most így elmondtál. Számtalanokból nem erről van szó. Egyébként nagyon fontos dolog, hogy az emberek félrevezetéséhez, meg manipulálásához nem kell mindenféle magas technológia, meg én nem tudom, milyen deepfake, meg egyéb szavakat mondhatnék itt, szóval nem kell mindenféle trükkös módon megvezetni őket, elég hamisan fényben beállítani egy hírt. Teljesen hagyományos eszközökkel is meg lehet ezt csinálni. Szóval kezdjük azzal, hogy mi az, hogy Anglia egyetemeit, vagy ugye így kezdett. Nagy-Britannia egyetemi oktatóit. Nagy-Britannia egyetemi oktatóit. Egyetemi oktatás, itt három egyetemről van szó, amit említenek a forrásban. Ezek nem nagyon híres egyetemek, hát nem akarom őket most itt lebecsülni, vagy lenézni, nem is mondom a nevüket, de nem nagyon ismert egyetemek, nem kiemelkedő egyetemei Angliának. Három egyetemről van szó, ahol egyidejűleg, vagy nagyjából egy időben, vagy a fene tudja egyébként, hogy mennyire egy időben, kiadtak valamiféle direktívákat egyetemen belül, tehát szó nincs erről, hogy az angol egyetemek meg így. Azt az idézetet, amit idézőjelben mondtál, azt mondtad, hogy idézet vége, vagy idézet eleje. Igen, a homogén észak-európai fehér férfi elitizmus. Ez szerepelt idézőjelben. Igen, na most ez az eredeti forrásban semmiféle idézetnek nem felel meg, tehát ezt nem idézték valójában sehonnan, ezt a cikk szerzői értékelik így, hogy itt erről van szó. Nagyon erős most ez a neokonzervatív hullám az egész világon, ahol megpróbálnak mindenféle, hát egy kicsit is progresszívnek tűnő, vagy haladónak tűnő változtatást úgy beállítani, mint a szélső baloldal és a progresszív, nem tudom minek az akciója. De ezek elleneznek mindenféle pozitív diszkrimináció, de ebben az esetben még csak nem is pozitív diszkriminációról van szó. Hát elmondom, hogy valójában mi történt. Én most utána jártam ennek a történetnek, mert köszönöm ez szépen. Nagyon tanulságos, hogy ami valóságban történik, azt hogyan állítják be a sajtóban esetleg a kellő rossz indulattal. Tehát miről van szó? Három egyetemről van szó. Már mondtam az előbb, hogy nem nagyon jelentős egyetemek. Ebből a háromból az egyik, a három közül az egyikben valóban említették azt, hogy az elitizmus ellen próbálnak valamennyire föllépni, de szó nem volt fehér férfi, öreg, hetero dominanciáról, vagy nem tudom miről. Homogén észak-európai. Vagy nem tudom én, a helyesírás az elnyomásnak az egyik eszköze, vagy ilyesmi. Ilyenekről szó nem volt. A leghatározottabb fogalmazás az egyik egyetemnek a vezetése fogalmazta meg, ami az volt, hogy az írott angolnak a nagyon szintű tudását megkövetelni, az bizonyos társadalmi rétegeket hátrányosan érint. Na most itt arra kell gondolni, hát először is bele kell gondolni abba, hogy valakinek van elképzelése arról, hogy egy angol egyetemen hagyományosan milyen szintű tudást követelnek meg, és itt nem csak helyesírásról van szó, hanem kifejezetten azt mondja, hogy az angol nyelv magas szabványokhoz igazodó, az írott angol nyelv magas szabványokhoz igazodó használata, hát ez nagyon súlyos szokott lenni Angliában, tehát mi ezt mondsz, hogy el sem tudjuk képzelni igazán, hogy tényleg nagyon komoly feltételeket szoktak szabni, és ettől próbálnak egy kicsit visszalépni. Nyilván azért, mert nagyon sok a bevándorló, nagyon sok az, egyre több az alacsony társadalmi osztályokból érkező diák, és ezeknek ez túlságosan sok és felesleges elvárás.
ez volt az egyik egyetemnél. A másik két egyetemnél, ami szóba került, ott az egyikben csak azt mondták, hogy ne pontozzák le dolgozatokat csak azért, mert helyesírási hibák, tehát a helyesírási hibák száma alapján. Nem volt szó arról, hogy ne kellene megkövetelni a helyesírást. Uh-huh. Nem tudom, világos ezt, hanem azt mondták, hogy ha csak emiatt ne pontozzanak le dolgozatokat. A harmadik egyetemnél pedig úgy fogalmazott az egyetem vezetése, hogy a helyesírás ne legyen a megítélés központi kritériuma. Hát ez aztán tényleg szerintem nem, vagy a helyesírás és a magas szabványok megkövetelése ne legyen a megítélés központi kritériuma. Szerintem ez nem egy annyira durva dolog. Szóval én azt hiszem, hogy itt ez egy vihar egy pohár vízben, és hát messze nem arról van szó, hogy ez általános lenne, messze nem arról van szó, hogy ez központi utasítás lenne. Itt arról van szó, hogy ezt a régi vaskalapos angol hagyományt, ami szerint hihetetlen szókincsgazdagsággal és finomságokkal és mindenféle helyesírási babonák betartásával kínozzák a gyerekeket. Ja igen, hát ezek azért nagyjából egyetemről beszélünk, de itt a nagy része azért a főiskolai jellegű oktatás, ami ezeken zajlik, tehát valóban nem arról van szó, hogy az értelmiség krémjét képezik ezek, tehát hogy ne kelljen ezeket a nagyon szigorú régi hagyományokat ilyen vaskalapos módon bevasalni, és főleg, hogy ne ez legyen a dolgozatok megítélésének a központi ismérben, vagy nem, ne erre helyezzük. Jó, igen, én is úgy érzem, hogy szerintem itt a Daily Mail próbált valami vihart kavarni, vagy próbált minél hangzatosabb címet adni, meg megpróbált valami tartalmat úgy eladni, mint hogyha valami olyasmiről lenne szó, ami gyakorlatilag, hát, vagy is mondjam, meg fogja rengetni a monarchiát, mert jönnek az emberek, és a Queen-t azt nem Q-val fogják elkezdeni, hanem K-val, W-vel és két E-nel a végén. Hát erről egyelőre még szó sincs. Hát egyébként, ha erről lenne szó, és tudni kell, hogy Angliában, angol nyelvterületen általában nincsen egyébként egy központi helyesírási szabályzat, mint amilyen nálunk az akadémiai helyesírás, ami egyébként szintén csak tanács voltak éppen, csak javaslat, és nem kötelez senkit semmire. Az iskolák tartják magukat hozzá. Angol nyelvterületen nincs egyetlen ilyen javaslat, amihez az iskolák tartanák magukat, hanem több szabvány is létezik. De természetesen a Queen-nek a helyesírása az nagyjából egységes. Hogyha ez megváltozna, és valami helyesírási reformot behoznának, az se jelentene feltétlenül azt, hogy a szélső baloldal előre tört, és nem tudom én. Tehát nem kell ezekben ilyen, szerintem ilyen politikai dolgokat belelátni, mint amit ez a hír próbál sugalni. Igen, de, vagy vélemezni. Sejtett nyilván azt mondhatnánk, hogy nincs semmi látnivaló, lehet tovább menni, de egy kicsit azért megérkezhetünk a magyar helyesírás kérdésére, mert én erről beszélgettem reggel teljesen embertén időpontban, 6 óra után néhány perccel Selmecivel, és egymás helyesírását tesztelgettük, hogy írják a sárga rigót, hány szóba írják a fekete rigót, melyiket hogy írják, mi van az egyenlőrével és az egyenlőrével, szóval, hogy volt egy ilyen coming out, és aztán egy tudáspróba, amin én megbuktam fekete rigók tekintetében, de hogy, és persze a hallgatók egyből ugrottak rá, és jól értesültek voltak, szóval, hogy azért érdekli az embereket, és amikor kiderült, hogy én mindent kisbetűvel írok, tehát mondatokat nem nagybetűvel kezdek, és általában saját nevet is kisbetűvel írom, akkor egy kicsit, hát hogy is mondjam, megrúgtak a hallgatók. Te mennyire vagy, idézővel kezdődik, háklis az írt, a leírtak helyességére? Nyelvben tudom, hát, hogy beszélt nyelvben, azt mondod, hogy hát ez van, jó napot kívánok, megértem, vagy nem értem? Hát én azon a véleményen vagyok, hogy mindig figyelembe kell venni a médiumot, vagyis hát, hogy hol közli az ember. Tehát például engem halálosan idegesít, amikor például Facebookon emberek belekötnek egymás helyesírásába, mert az nem egy nyomtatott médium.
még hogyha mondjuk most már léteznek, ugye rengeteg olyan Facebook oldal létezik, ami egy kifejezetten egy portálnak, vagy egy sajtóterméknek a Facebook oldala, ott talán el lehet várni, hogy azt szerkeszték meg rendesen, és valamennyire igazítsák a megszokott írásmódokhoz, de hogy magánközleményekben az emberek hogy írnak egymásnak, ebbe belekötni ezt a hallatlan bunkóságnak érzem. Tehát mindig meg kell nézni, hogy milyen médiumról van szó. A helyesírás az természetesen nyilvános, nagyon sok ember számára elérhető megjelenéseket de vonatkozik eleve. Minden médium elhatározhatja, hogy mennyire akarja azt betartani, ez a szíve joga. Nyilván beszokták tartani, ez elsősorban az olvasás megkönnyítését szolgálja. Az egész helyesírásnak az a lényege, hogy könnyű legyen olvasni, és az helyesírásnak a hagyományőrzése is arra való, hogy ne jelenjenek meg állandóan új írásmódok, mert megakad az ember az olvasásban. Tehát még a hagyományozó ragaszkodása is csak ebből a szempontból értelmes szerintem, hogy jól olvasható legyen. Most ezen belül, ami a jó olvashatósággal nem ütközik, én azokban a dolgokban természetesen nagyon engedékeny vagyok, de hát ugye híres vagyok arról, hogy ilyen engedékeny vagyok. De azt gondolom, hogy egyébként Magyarországon nagy hagyománya van annak, hogy az iskolában például nem kellene a legfinomabb tipográfiai, meg nem tudom én milyen konvenciókat beleverni a gyerekek fejébe, mert teljesen értelmetlen. Most olyanokra gondolok, mint például a földrajzi nevek helyesírása, gondolom ez mindenkit rémiszt. Borzalmasan bonyolult szabályrendszere van, nagyon nehezen tanulják meg az emberek, szerintem azon is elbuknál, gondolom én. Hát persze, Margit-sziget, Margit-híd, Árpád-híd, a hidak az pont egy ilyen. Igen, meg hogy a Panama csatornához divizes vagy nem, kötőjel. A Velencei tóhoz kell kötőjel, mert nem tudom, hogy mennyire tudják hallgatók, de ez azon múlik, hogy mesterséges vagy nem mesterséges képződményről van szó, tehát ezért van az, hogy az utca előtt nem kell kötőjel, de a tó előtt meg kell. Tehát ezek rendben van, kövessék ezt a konvenciót azok, akik térképeket készítenek, meg utcajegyzéket, meg ilyesmi, de hogy ezeket feltétlenül az iskolában mindenkinek részletesen meg kell tanulnia, ez egyáltalán nem biztos, hogy praktikus. Ja, elkezdtem mondani, hogy Magyarországon van egy nagy hagyománya ennek, hogy az iskolai helyesírás az legyen egyszerűbb, vagy könnyebb, vagy ne legyen annyira alapos, mint a szabályozott hivatalos helyesírás. Simonyi Zsigmond a 19-20. Század fordulóján csinált egy iskolai helyesírást például, egy csomó egyszerűsítést bevezetett, mert azt mondta, hogy az iskolai helyesírás szempontjából a tanulhatóság az egyik legfontosabb követelmény. Minél egyszerűbben meg tudják a gyerekek tanulni, akkor volt egy időszak, amikor két helyesírás létezett Magyarországon, az iskolai meg az akadémiai, és aztán egy, mit tudom én, 20 éves késéssel, egyébként amikor a Simonyi már meg is halt, akkor az akadémia végül is nagy lelkűen elfogadta a Simonyinak a egyszerűsítéseit, és ma is ezeket használjuk egyébként. De például ott is tulajdonképpen arról volt szó, hogy Simonyi tekintette például olyan szempontokra, mint amit ezek az angol egyetemek megfogalmaztak. Azt mondta, hogy ne kelljen az iskolában azokat a részleteket mind megkövetelni, amiket egyébként a szabályzat tulajdonképpen szabványosítási céllal megfogalmaz. De akkor hol fogják, vagy ki fogja, vagy hogy derül ki 35 éves koromban, hogy idézője kezdődik, hogy aluliskolázott és nyelvtanilag buta vagyok? Várjál, nyelvtannak ez nincs köze, a helyesírás, ez egy ilyen lejegyzési konvenció. Jó, tehát akkor... attól mindenki nagyon jól beszélheti az anyanyelvét, és igényesen fogalmazhat, hogy a helyesírásnak nem minden részletét ismeri. Én arra helyezném a hangsúlyt, hogy most minden részletét ismerjük, vagy bizonyos részleteit nem ismerjük annyira, mint például a földrajzi nevek helyesírását. Én azt gondolom, hogy nem kéne ezt a műveltség mércéjének beállítani, mint ahogy sokan teszik. Van a társadalomnak egy rétege, aki nagyjából csak ahhoz ért, hogy tehát valahonnan megegyezte,
mondjuk nem tudom, egy szerkesztő volt, vagy korrektor, vagy és nagyon büszke arra, hogy ezeket tudja. Én azt gondolom, hogy ez nem lehet mérce, és ha valaki nem tudja, az emiatt nem szabadna megszólni. Az iskolában szerintem nálunk is ideje lenne kisebb súllyal venni számításba, például ilyen pontozásnál a helyesírást, és finomabb különbségeket tenni, tehát hogy persze, hogy írjon az ember olvashatóan és fogalmazzon jól, de ne pontozzák le azért, mert ugye írnak olyan teszteket is, ahol direkt az ilyen problémás esetekre hajtanak rá, hogy jól le lehessen pontozni a diákokat, hát ez szerintem teljesen értelmetlen. Igen, és aztán lehet piros betűkkel összefirkálni a kéziratát, vagy beadott dolgozatát. Olyan dolgok miatt, amik egyébként az ő fogalmazási készségét, szövegalkotási képességét egyáltalán nem érintik, tehát a lényeget nem érintik. Igen, és például szerintem általános iskolában meg sehol sem tanítják azt, vagy legalábbis amikor én tanultam, de hát ugye ez egy, azt a technikát egy kicsit megelőzte, hiszen kézzel tanultam még írni, és tintával, hogy egy befejezett mondat után mondjuk a kérdőjel, vagy a felkiáltójel és az előtte lévő szó közé nem kell szó köz, miközben egyébként interneten nagyon sokan hagynak egy szó közt a kérdőjel és a szó közé. Ezzel nem nagyon találkoztam. Ez már tipográfia, ez még a helyesírásnak is csak a legféle. Ezt én már inkább tipográfiának nevezném. Ez követni fogja szerinted a helyesírás, vagy a szépírás, vagy amiről beszélünk most, a nyelv változását? Tehát azt, hogy miközben az SMS-eket is folyamatosan lerövidítik, tehát a vagyokot már senki nem írja le, vagy legalábbis a fiatalok nem írják le 6 karakterrel, hanem egy bokkal elintézik ezt az egész cuccot. Hogy a komoly írott sajtó át fogja elvenni, ezeket nem hiszem, hogy át fogja. A helyesírás mindig nagyon lassan követi a változásokat, meg a hivatalos szövegekben mindig nagyon lassan veszik át ezeket a változásokat, és ez így van rendjén azért, amit mondtam, hogy az olvasás megkönnyítése céljából jobb, hogyha nem találkozunk újabb, állandóan új írásmódokkal, mert az megakaszt minket. Hát meg kell nézni, hogy mit tudom én, voltak ilyen folyamatok mindig is a nyelvben, meg kell nézni, hogy például mikor már mindenki azt mondta, hogy kéne, bocsánat, azt is mondtam, mert persze azt is mondjuk, hogy kellene, de nagyon sokszor mondjuk azt, hogy kéne, hogy ez vajon mikor kezdett el megjelenni az írásos dokumentumokban, mit tudom én, a 18. század elején, azt hiszem, onnantól kezdve a szép irodalomban is írták azt, hogy kéne, de nyilván ez azt jelenti, hogy már körülbelül 100 évvel azelőtt biztos mondták is, kellett egy jó idő, mire ez az írott nyelvben is megjelent. Ez egy teljesen természetes folyamat, és az is természetes, hogy ez késéssel követi a beszélt nyelvet. Lehet, hogy 100 év múlva azt fogják írni, hogy bok, és nem is fogják érteni, hogy ezzel mi mit problémáztunk, mármint vagyok helyett. Igen. De ehhez idő kell, és nem kell ezt se gyorsítani, se lassítani, szerintem a dolgok mennek a maguk útján. Van egy ilyen jelentős botránykő, én azért minden reggel, amikor itt a rádióban vagyok, és az oltakozás szót használom, akkor jönnek a hallgatók, hogy hát ezt Müller Cecília találta ki, és hogy használjunk rá minden más szót. Tudom. Nem Müller Cecília találta ki, már korábbról is adatolták, már a járvány előtt is adatolták ezt a szót. Ez arról van szó, hogy ez valószínűleg egy szakszó, én se ismertem egyébként, valószínűleg egy szakszó, felteszem, hogy ezt használták a epidemiológiában már korábban is, mert hogy van rá adat, csak nem volt elterjedt. Az emberek nyilván érzékenyek arra, hogy szakszavak jelennek meg, miért nem beszélnek a szakemberek a hétköznapi nyelven, miért használják az visszak kifejezéseiket. Nehéz nekik, hát megszokták. Ugyanilyen az is, hogy felveszi az oltást, én ezt már legalább 30 éve ismerem, vagy 40. Ez is szerintem inkább ilyen szaknyelvben fordult korábban elő, meg a határon túl egyébként érdekes módon egy csomó helyen használják a köznyelvben is. Most hirtelen megjelent nyilván azért, mert egy csomó szakember beszél és kiejti ezeket a szavakat. Az oltakozik, ez egyébként azt hiszem korábban is elég ritka volt, de
Nem tudom, hogy tehát lehetnénk egy picit toleránsabbak, hogy megjelenik egy újítás, akkor az nem feltétlenül, vagy egy olyan, amit eddig nem hallottunk, az nem feltétlenül. Hadd kérdezzem meg, hogy amikor nektek esnek a hallgatóink a műsorban, meg azon kívül is, olyankor felteszed a lábad az élet bárpultjára, és csak így nézed, vagy hallgatod, hogy mi történik. Most például azt ír az egyik kedves hallgató, nem megszóljuk, aki elhibáz egy szót, hanem szólunk neki. Jó lenne, ha Kálmán László érteni ezt a különbséget. Még egyszer nem megszóljuk, mit tudod? Amikor arról beszéltél, hogy megszólunk-e valakit a Facebookon. Most a hallgató azt írja, hogy nem megszóljuk, idézőjel, aki elhibáz egy szót, hanem szólunk neki. És jó lenne, ha legalább te értenéd ezt a különbséget. Hát ez temperamentum kérdése. Van, aki csak szól az illetőnek, és van, aki igenis megszólja. És a megszól az azt jelenti, én azt hiszem, hogy magyar anyanyelvűként én tudom, hogy mi a különbség a kettő között. A megszól az azt jelenti, hogy becsmérlően vagy lebecsülően minősíti emiatt a dolog miatt, megszólja az illetőt. Ez is előfordul szerintem, tehát ez itt most nem nyelvhasználati kérdésről van szó, hanem hogy mi történik a Facebookon, hát történik mindenféle. Meg be is szólnak neki időnként egy-egy helyesírásiba miatt. Én csak azt mondtam, hogy ez a magánkommunikációban szerintem elég értetetlen és abszurd dolog, hogy miért szólják meg az emberek egymást, miért szólnak be egymásnak, miért szólnak egymásnak a helyesírás miatt, mikor... Hát. Értem, de a kérdés az volt, hogy jól viseled ezeket a támadásokat? Egyrészt nem, ezek nekem nem számítanak támadásnak, én érdeklődéssel figyelem ezt a dolgot, és próbálom az okait keresni, meg próbálom elmagyarázni, amikor alkalmam nyílik rá. Nagyon érdekes az egésznek a mechanizmusa, meg hogy viszonyul a magyar kultúrához, meg a közgondolkodáshoz. Tehát például miért gondolják az emberek, és ez biztos, hogy egy közgondolkodásbeli sajátosság, ami nem is biztos, hogy minden társadalomra jellemző, hogy miért gondolják például az emberek, hogy mindent csak egyféleképpen lehet mondani, vagy szabad mondani, vagy egyféleképpen helyes. Ez nagyon mélyen benne van a magyar közgondolkodásban, és képesek megkérdezni emberek tőlünk, hogy melyik a helyes a minket, vagy a bennünket. Eleve a kérdés feltevés furcsa, mert miért kéne az egyiknek helyesebbnek lenni, mint a másiknak? Miért ne lehetne két teljesen egyenértékű kifejezés ugyanarra a dologra? Speciál a minket és a bennünket szerintem teljesen egyformán gyakran használt szó, egyik sem olyan, hogy az elegánsabbak, vagy az elegánsabb beszédben az egyiket használják, a másikat meg csak a kocsmában. Tehát egy csomó olyan eset van, ahol többféleképpen lehet ugyanazt mondani, és az például engem rettenetesen érdekel, hogy az emberek mitől gondolják, hogy ez nem így van, hanem az egyiknek mindenféleképpen rosszabbnak kéne lenni, mint a másiknak. Én az iskola vagy az oktatásban keresem erre, talán én azt sejtem, hogy ezt valahol ott szívják magukba az emberek. Valószínűleg a nyelv szemlélet, hogy hogyan gondolunk az anyanyelvünkre, meg a nyelvre általában, az van valahogy elrontva, az valahogy nagyon furcsa ebben a magyar kultúrában. Térjünk erre majd vissza. Nagyon szépen köszönöm Kálmán László nyelvésznek, a rádió munkatársának. Viszontlátásra, szervusz!